Mintegy 200 ezer visszadó nyilatkozat már beérkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Ezt a nyomtatványt az adó visszatérítéssel kapcsolatban kell kitölteni bizonyos esetekben. Vannak azonban még bizonytalanságok, pontatlanságok. Erről beszélgettünk a Megyei Sajtóreferenssel Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy ezt a dokumentumot egyszer lehet beküldeni. Azonban, ha hibásan nyújtották be, akkor a nyilatkozat jellege kódkockában az adózói javítás helyesbítést kell feltüntetni, majd a helyes adatokkal ismét beküldeni. Az adó visszatérítés minden esetben magánszemélyként illeti meg a jogosultakat, így az egyéni vállalkozóknak nem kell a nyilatkozatot benyújtani, ha munkaviszonyuk is van. Az egyéni vállalkozónak adóazonosító jellel magánszemélyként kell kitölteni ezt a nyilatkozatot, külön az adószámával egyéni vállalkozóként nem kell. Tehát csak egyszer adóazonosító jel és magánszemélyként. Tehát ő, hogyha a munkaviszony mellett egyéni vállalkozó, akkor a munkaviszonyából származó jövedelemből levont adóelőleget fogja visszatérítésként megkapni. Mint ismert, azok kaphatnak adóvisszatérítést, akik valamilyen családi kedvezményben részesülnek. Ha a házastársak közül a feleség jogosult családi pótlékra, akkor a NAV automatikusan kiutalja az összeget február 15-éig, hiszen ebben az esetben a hivatal ismeri a bankszámlaszámot vagy a postai címet. Neki abban az esetben kell csak nyilatkozatot kitölteni, hogyha úgy dönt, hogy ezt a visszatérítés összeget, ezt nem arra a bankszámlára vagy postacímre kéri, ahova a családi pótlékot, hanem egy másikra. Hogyha a férj vesz igénybe a családi kedvezményt, akkor neki ki kell tölteni ezt a nyilatkozatot, és be kell küldeni a december 31-éig, hiszen az ő utalási adatairól nincs információja a hivatalnak. Fontos, hogy a visszadó nyilatkozaton csak azokat a gyermekeket kell szerepeltetni, akik utána családi kedvezmény jár. Ahogy más adóügyi kérdésekben, úgy ebben a témában is kérhető segítség a NAV munkatársaitól. Emellett minden információ rendelkezésre áll a www.nav.gov.hu oldalon.